A marosparti veteránjárműveket kedvelők sportegyesületének egyik nagy álmát karolta föl Knezsik István. Az autós nagy koalíció elnökének kezdeményezését segítette Palkovics László miniszter és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy Makkón egy hiánypótló múzeum jöhessen létre. Nem tudok még egy olyan történetet a világban, ahol ilyen távolságra ekkora sikerben magyar részt vett volna. Ez egy olyan hely, egy olyan bölcső, ami nincs még egy a világon, de más nemzetnek sincsen, hogy ilyen távolságból ennyire megváltoztatták volna a világ mobilitását. Autókiállításon a Laciék megkerestek Lőrinc Péter édesanyjával, aki a Galamb család leszármazottja, élő 93 éves leszármazottja, hogy az életét arra tette föl, hogy ez az ingatlan méltó módon emlékezzen meg Galamb Józsefről, a Galamb családról és ennek a mobilizációnak a lépcsőjéről. Ezt a törekvést tovább támogatta Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki az eseményre ellátogatott és beszédében méltatta Galamb József kiemelkedő pályafutását. A miniszter meggyőződése szerint az autózás a világ fejlődésének és mobilitásának a jelképe. Előtt is szeretnénk fejet hajtani ma, azért jöttünk össze. Én nagyon fantasztikusnak tartom azt, hogy Makóról nagyon sok intelligens, sikeres, ambíciózus fiatal származott el, és nagy karriert futott be a nyugati világban, vagy az Amerikai Egyesült Államokban. Például Galamb József, aki egy véletlennek köszönhetően került ki Amerikai Egyesült Államokba 90-es évek elején egy autókiállításra, és maradt ott Detroitban, ismerkedett meg Henry Forddal, közösen kitalálva a T-modellt. Állítólag Henry Ford adott megbízást személyesen Galambnak, Joe-nak, Joe Galambnak a T-modell megrajzolására, megtervezésére. És ő volt az, aki először a futószalagot, tehát a gyártás technológiának a legújabb változatát beavatta, illetve kialakította magában a gyárban. Nem ő találta ki, de ő alkalmazta először főmérnökén. Továbbá a miniszter kitért az autóipar jelenére és jövőjére is. A marosparti veteránjárműveket kedvelők sportegyesülete vásárolta meg az épületet, és azóta folyamatosan végeztek átalakításokat, újításokat. Az átadó ünnepségen Szilágyi László összegezte, hogy mi mindent tudtak megvalósítani. Törekedtek arra, hogy a több mint 100 éves műhely tükrözze az akkori állapotot. Egy transzmissziós hajtást, illetve egy pár darab Forte modellt tudtunk ide behozni, ez barátainknak köszönhetően, illetve a saját járművünk van kiállítva, és egy Fordzon traktor, mert ezzel kezdődött meg igazából a kereskedés. Tovább haladva a térbe magyar, illetve német motorok vannak így külön kiállítva, ez az egyesület tulajdonában lévő járművek, illetve azokat a motorokat láthatjátok, ami nekem a gyerekkorom vagy fiatalkoromban használtunk, és már azok veteránok. És ami az épületbe történt, itt egy fejlesztés, itt ez a hátunk mögött lévő csarnoknak az épületének a fölállítása, ahol szeretnénk még több járművet kiállítani. Tervek között szerepel, hogy további mezőgazdasági gépeket szeretnének kiállítani. A retrótérben ismerteti Galamb József munkásságát, majd kialakítottak egy interaktív szerelőműhelyt is. A jeles eseményen Lőrinc Péter, a Galamb család egyik leszármazottja vett részt, aki meghatódva nézett körbe az épületben. Megosztotta érzéseit, gondolatait televíziónkkal. Le vagyok nyűgözve. Ez valami csoda, amit ma átértünk, és egy nagy szomorú fájdalom van, hogy ezt édesanyám nem láthatta. De hát 93 éves, ugye, és hát nehéz mozgatni. De rengeteg fotót, rengeteg videót, és rengeteg élmény beszámolással fogok hazamenni, úgyhogy nagyon várja már ezt a pillanatot, hogy kézzelfogható lássa a telefonján vagy a tévéjén ezt a valami csodát. Szóval nem tudok mit mondani erre. Világ életében, amióta én az eszemet tudom, mindig el kellett jönni ide, még az átkosba is, és körbe kellett nézni, hogy ez volt a családnak a tulajdona, és hát ezzel valamit kell kezdeni. Fekete János is megtekintette a kiállítást, és elárulta, hogy hozott magával egy 84 éves fotót, amelyen egy ismerős mezőgazdasági gép tűnik fel, mint a kiállító térben is. 1940-ben ilyen traktorral dolgoztunk, Ford, négy hengeres gyújtás benzinnel működött, és kérem szépen
arattunk vele, az aratógép az ment, olyan a buza volt, hogy ráborult a buza, és nem látszott a gép. Sokan mondták, hogy mi húzza azt az aratógépet. Aztán volt olyan, hogy csépöltünk vele buzát, árpát, és szójabb cséplés történt később, aztán hát 10 éves voltam akkor még. Úgyhogy édesapámnak aztán ezt egy darabig dolgozott vele, aztán el lett adva, gyűjtek a hoferok. Hát nagyon jó kis gép volt. A jelenlévők az ünnepséget követően részesei lehettek az ünnepélyes szalagátvágásnak, majd közösen körbejárhatták az épületben kialakított termeket. A hosszabb összefoglalónkat a Csütörtöki Társalgó című színes kulturális magazinunkban tekinthetik meg.